Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. A mai lelátóban a Tégbólé a főszerep. Köszöntöm a stúdióban Bajor Gábort, a Magyar Tégból Szövetség csapatának szövetségi kapitányát, ha jól fogalmazom, és azért mondom, hogy csapatának, mert itt a hölgyek és a férfiak ugye egy kalap alá vehetők ebben az esetben. Hát véget ért akkorban közelmúltban az Európa játékok, ahol mondhatjuk azt, hogy ti is bemutatkoztatok, ez talán így jó kifejezés, ugye? Igen, üdvözlöm a nézőket, jó estét kívánok. Igen, ez az Európa játékok volt az első kontinentális csapatbajnokság, ahol a tagball is főszerepet kapott, és a tagballban ez volt az első Európa bajnokság is, ahol 21 ország részvételével zajlott, és azt hiszem, hogy 68 játékos részvételével zajlott le ez az első Európa bajnokság, ahol mondhatjuk úgy, hogy sikeresen szerepeltünk. És hát itt előzetesen beszélgettünk meg, hát láttuk a televízióban is, ugye közvetítette a tévé az Európa játékokat, azon belül természetesen a ti sportágatokat is láthattuk. Én is szemtanúja voltam ott egy mérkőzésnek, mikor, mint szövetségi kapitány, te dirigáltad, azt hiszem a Zsanettet, ha jól emlékszem. De a lényeg az, hogy ami nekem feltűnt, hogy milyen sokan voltak a nézőtéren például. Igen, tehát ez egy új kezdeményezés volt. A lengyelek kitalálták azt, hogy Krakow főterére vitték a rendezvényt, ahol egy ilyen egyméteres emelvény sorozatot állítottak fel. Ott volt három játéktér, illetve kettő bemelegítő asztal, és csináltak egy úgynevezett főattrakciót, tehát ahol négy oldalról körbevették lelátóval magát a pályát. Itt 750 embert tudtak leültetni. De a döntőkön nem csak ültek, hanem végigálltak is, és a szervezők kiraktak egy 5x3 méteres projektort, ahol közel 2000 ember még a főtéren nézte a mérkőzéseket. Tehát rendkívül hangulatos is volt, illetőleg volt három speaker, akivel mi is megküzdöttünk, mert hát azért a játékot azért zavarta kicsit, de óriási showt csináltak, mozgatták a nézőket közben, tehát egy rendkívül élvezhető és látványos döntők voltak. Mondhatjuk azt, hogy akkor nektek is ez volt az első ilyen nagyobb frenetikus élmény így a sportágon belül? Mindenképpen. Tehát ennyi néző előtt senki nem játszott még. Ugye általában mindig el szoktam mondani, hogy a tagball egy terem sport, legalábbis annak indult. De most nagyon úgy néz ki, hogy próbálunk olyan vizekre evezni, ahol a nagyobb nézettséget is meg tudjuk lovagolni. Mint például itt az Európai játékokon nagyon sok olyan sportág szerepelt, akik nézők nélkül, illetve csak családtagok által nézett rendezvényeket bonyolított le, amilyenkre meg több ezeren voltak kíváncsiak. Még mielőtt beszélünk az eredményekről, mennyire zavart ez meg egyébként a játékosokat? Nem csak a ti csapatotokra vonatkozik ez, hanem mondom a többi országra. Igen, tehát érdekesség az, hogy van, akire ez pozitívan hat, van, akit viszont leblokkol. Most szerencsére miénk azért úgy nagyjából pozitívan élték ezt meg, amikor már tudatosítani tudták magukban azt, hogy ki kell zárni a speaker nagy hangerejét, és hogy próbáljunk odafigyelni. Nagyjából ment is, mindig a szerváknál volt probléma, amikor pont akkor szólt bele a speaker, amikor éppen koncentrálásban az utolsó mozdulat kellett volna a szervához. De hát ez sajnos ilyen, a másik csapatnak is ilyen, és azért párosban ebből jól jöttünk ki, egyéniben kevésbé. Hát ha már így említetted, akkor de eszembe jutott közben, hogy ugye megy most a Wimbledoni teniszbajnokság, ott erre külön ügyelnek, ott is sok néző előtt játszanak, de ugye megszokhattuk, hogy például pisztenés nélkül kell, főleg az adogatásnál a nézőknek fogadni a helyzetet, itt még akkor ez várat magára, de hát más jellege is van ennek a sportnak, mint mondjuk a tenisz. Hogyne, de mi is a teniszhez hasonlítjuk. Tehát ugyanez lenne jó nálunk is, hogy a speaker akkor már csöndben van, amikor maga az adogatás, ugyan a tenisz ugyanez, ott is megtapsolják, ott is megy az éjjelzés, amikor egy szép labdamenet véget ér. Mi is ehhez hasonlítjuk, és ezért mondtuk el a szervezőknek is, hogy lehetőség szerint próbáljuk ezt tartani. Hát ebben még fejlődni kell mindenkinek, a speakernek is, nekünk is, mindenkinek. Ez egy pozitív gond, azt hiszem, legalább ott vannak a nézők, nem az van, hogy síri csendbe kell játszani a mérkőzéseket. És akkor már, hogyha mérkőzések, akkor hogy szerepelt a csapat? Hát ugye egyéni számokkal kezdtünk. Na most egy egyméteres dobogón, ahol tényleg dobogsz, hiszen ez egy teljesen új és váratlan fordulat volt. Női egyessel kezdtünk el. Hát a Zsaninak kellett egy meccs, hogy bemelegedjen ebbe, hogy minden egyes láb az bizonyos dobogással jár. Első nap ráadásul olyan időjárási körülmények is voltak, hogy felfeltámadt a szél, és ezáltal
ugye az a labda, amit magadnak felkészítesz a levegőbe, hogy majd leütöd, azt azért a szél egy kicsit arrébb rakta. Úgyhogy ezzel meg kellett küzdenünk. A Zsarnia csoportmeccseket nagyon szépen vette, és utána az egyenes kieséses szakaszba kapott egy dán lányt, és addigra már volt olyan periódus, hogy nem azt mondom, hogy viharos volt a szél, de hogy az épületek között volt egy olyan rész, ahol bebefújt, és ugye az egyik pálya pont ez alá esett, és pont azon játszott a Zsani, és őt ez annyira megzavartam, hogy nem tudott előkészíteni egy-két ütést, hogy nem sikerültek az ütések, és a dán lány védekezett, és kivédekezte a Zsanit, úgyhogy sajnos nem jutott be a négybe, és ő így ötödik lett. Azt hiszem, hogy pont ezt a meccset láttuk akkor így a haverokat. Na de voltak jobb eredmények is, hogyne. De természetesen ez nem azt jelenti, hogy az ötödik hely az nem. Hogyne, hát azért egy európai játékok, ötödik hely. Tudni kell, hogy a szállásunk ugye az olimpiai faluban volt. Az olimpiai falu mindenkinek új volt a játékosaink közül, nekünk is. És ott ugye Zsani első nap az ötödik helyezettek falára fel is került, tehát hogy egy dicsőségtábla azért el volt helyezve a falun belül a magyarok szállásán. Úgyhogy azért mindenképpen ez egy nagyon jó eredménynek számít, csak a Zsaniban ennél több volt, és majd bízunk benne, hogy majd ki is fog jönni a későbbiekben. A következő nap jött a Bányik Csabi egyéniben. Ugye Csabi is először játszott ilyen időjárás és ilyen külső körülmények között. Most ezt Krakkó főterén nagyon érdekes ez az időjárás, mert van olyan, hogy 35 fok van, és fél óra múlva meg 19, mert hogy valami miatt, nem tudom, milyen légköri örvények vagy egyéb dolgok közre játszanak. A Csabi meccsén nem volt ilyen probléma, ott 35 fok volt. A Csabi is a csoportmeccseket simán hozta, és akkor összekerült a legjobb 8 között az egyik mumussal, a szerbek közül a Bogdan Marjevicsel, és hát vele egy ilyen áldász élethalál harc volt, hiszen az első szetet megnyerte a szerb, a második szetben 11-9-re vezetett, és 12-es volt a mérkőzés. És a Csabi onnan állt fel, és jött vissza, és végül is behúzta ezt a mérkőzést, de ez 37 percig tartott a 35 fokban, és mind a ketten kiestek, mondhatjuk így, hiszen a Bogdan alapból kiesett, a Csabit meg 20 percig mosdattuk, mert 20 perc múlva meccse volt, és alig tudott témfregni. Tehát, hogy annyi mindent kivett belőle. Neki sajnos erre ment rá, hogy az állóképességét ezt teljesen felőrölte, és onnantól már nem is tudott összpontosítani, és ott el is ment, és ő negyedik lett egyéniben. A párosokban pedig először a mix játszott, tehát egy férfi, egy nő, a vegyes páros. Hát azt mondhatjuk, hogy tükörsima volt, ők végig szetveszteség nélkül gyalogoltak. A döntőben megint a szerbek jöttek, de ők sem tudtak semmi olyan akadályt eléjük állítani. Itt is a Balázsnak volt egy ilyen napszúrásból adódó problémája, időt is kellett kérnünk. De hát megoldódott, és simán azt is 2-0-ra hoztuk. Úgyhogy végre meg volt az első aranyérme a köldöttségnek, mert már nagyon vártuk. Csak a két versenyzőt? Név szerint ki a két versenyző? A név szerint a Kac Balázs volt a fiú, és a Vasas Lea volt a lány. És ők hozták az első aranyunkat. Ugye már nagyon ki voltunk éhezve az éremre, hiszen alapvetően is úgy mentünk ki, hogy 5 kategóriából 5 érmet hozunk, ami ugye az első két nap nem nagyon sikerült. De hát ez egy teher volt, ami utána lekerült a játékosokról. És onnantól ment tovább minden a maga útján, jött az utolsó nap, és az utolsó napon pedig a férfi páros, női páros. A női párost előre hozták egy nappal, ott is volt egy kis anomália, hiszen látták, hogy másnap le fog esni az ég, és hogy elsőben nem tudsz játszani a pályán, hiszen a műanyagborítása kap egy kis esőt, akkor az már azonnal korcsia pályába változik. Úgyhogy megesett az a történet, hogy a Lea megünnepelte a maga aranyérmét, és utána kellett játszani közvetlenül még két csoportmeccset, de szerencsére sikerült ezeken is azért hozniuk a magabiztos 2-0-ákat, annak ellenére is, hogy a Lea akkor már sérüléssel küzdött, mert a combhajlítója egy kicsit meghúzódott. De a csoportmeccsek lementek, és másnap pedig egy 4 óra csúszással kezdődött el a program, ahol mentek a férfiak. Itt is az az érdekesség, hogy ugye, mivel ekkora csúszás volt, ezért ez belenyúlott az éjszakába. És az utolsó mérkőzés az elődöntő volt a lengyelek ellen. Akik figyelemmel követték a tévén, azok láthatták, hogy olyan pára csapódott le
ez már este olyan 10-11 óra környékén volt, olyan pára csapódott le a játékterre, amit nem tudtak kezelni a szervezők. Ezáltal 1-0-ás vezetésünknél az első szettet megnyertük a lengyelek ellen, a második szettbe 2-1-re vezettek a lengyelek, de addigra már teljesen alkalmatlan volt a játéktér, és így a játékvezető ezt a mérkőzést elhalasztotta. És megint egy érdekesség, hogy soha nem volt ilyen a sportág történetében. Itt előfordult, hogy másnap nem az 1-0-ról folytattuk és az 1-2-ről, hanem 0-0-ról kellett lejátszanunk ezt a mérkőzést. A Lengyel Szövetségnek az elnöke megvétózta, hogy ők is a párában játszottak címszóval, így 0-0-ról kellett újra kezdenünk a meccset, ami már kicsit nehezebb volt a srácoknak másnap, de 2-1-re behúzták azt is. Mondjuk az érvelést is azt nem értem, hát ők is a párába kellett, hogy játszani, tehát igen. A magyar csapat is a párába kellett, hogy játszon. Igen, igen, viszont jó. Az első fél időben ugye az a térfél, ahol a pára leginkább lecsapódott, ahova a nagy reflektorok is világítottak, az az ő térfelük volt, és amikor térfél csere volt, a magyarok is, tehát mi is akkor szembesültünk azzal, hogy az ott játszhatatlan. Tehát akkor van valami realitás ennek a történetnek? Valami van, de nem ez. De nem tehát az amikor az elején még elkezdődött, akkor még nem volt pára. Tehát a pára az körülbelül ott a mérkőzés közepén, tehát az első szett vége fele kezdett el ereszkedni, viszont akkor rohamosan. De hát megküzdöttünk minden körülménnyel. De hát legyőztétek ezt is. Igen. Illetőleg a fanatikus lengyel közönséget, hiszen a lengyel speakerek ugye a lengyeleket folyamatosan ellenünk hangolták. De hát ez nem jelentett olyan nagy problémát, illetőleg voltak megingások, mert azért azt tudni kell, hogy a jelenlegi férfi párosunknak ez volt a 11. olyan tornája, ami Ginorban nyert meg egymás után az elmúlt egy évben. Tehát Los Angeles, Dubajon és minden nagyobb városon keresztül bárhol volt torna és elindultak, ők mindent megnyertek. És ez a torna lebonyolítás, illetőleg ez a külső hangulat, ezek azok, amik egy kicsit azért feszélyezték a játékosokat, de a döntőre már az, hogy nagyjából összeálltunk, és megint jöttek a szervák, és jött minden úgy, ahogy kellett, úgyhogy sikerült nekik is behúzni ezt az aranyat. És ki ez a két versenyző? A két versenyző a Bányi Csaba és a Kacz Balázs. Na és akkor a hölgyek, mert ugye ott a hölgyeknél ugye a Vasas Lea és a Janicek Zsanett indultak párosban, hiszen eleve az európai játékokon a két legjobb férfi és a két legjobb női játékos játszhatott, és belőlük kellett ugye kialakítani ezeket a párokat. Egyébként a játékok előtt ugye alapvetően a szövetségen belül is megbeszéltük azt, hogy a prioritást azok mindenképpen a páros játékok élveznek, hiszen mindenki, aki kijutott, mindenki párosban jutott ki, úgymond. Az egyéni számokban nem ők voltak a legjobbak az európai játékok négy kvalifikációján, viszont a legtöbb pontot ők gyűjtötték, és belülük kellett kialakítani ezt az egyéni kategóriát is. Tehát a Csabi például nem is játszott egyénit majdnem egy éve. De ennek ellenére ugye őt delegáltuk az enyénire, úgyhogy ahhoz képest ezek azért nem olyan rossz eredmények. Tehát így három arannyal, egy negyedik és egy ötödik helyen jöttünk haza Krakkóból. Hát így utólag azért ez elég szép eredmény. Mindenképp. És hogyha most megint eszembe jutott párhuzamot vonunk ugye mondjuk a tenisszel, akkor ha jól hallom, nálatok fordítva van. Tehát a páros a népszerűbb, a látványosabb, mert mondjuk a tenisznél ott inkább ugye az egyes preferálják. Aha, tehát akkor ez megvan így a különbség. Igen, ez is megmarad. Azért látványosabb, mert ugye mindenképp kell, hogy egy passz legyen közöttük, és általában úgy épül fel most egy tagball páros, hogy a hátul álló játékos a védekező, az elől álló játékos a támadó, és a támadó tagball jelen pillanatban az azt jelenti, hogy úgy ütik le az asztalra a labdát, hogy annak nagy része ki is megy a játéktérről. Tehát, hogy olyan látványelemek jönnek bele, amik egészen élvezhetővé, és sokkal látványosabbá teszik azt az egész játékot. Egyébként, hogyha egy összességében visszatekintesz, természetesen gondolom az eredményen elégedett vagy, de maga a körítés minden inkább pozitív mérleget hagy maga után, mint negatívot. Most függetlenül az ilyen kis nüanszoktól, hogy behalasztották a mérkőzést, vagy a mindenképpen. Speakerek, mindenképpen, hogy sőt, most a Magyar Szövetséggel is arra az álláspontra jutottunk, hogy a következő versenyeink, amik lesznek, megpróbáljuk azt is speakerrel, és illetve ilyen körítéssel eladni. Hangulatfelelőssel. Igen, így van, akik azért remélhetőleg bevonzák majd a nézőket, és ezáltal azért több néző előtt sokkal élvezhetőbb a játékosnak is, a nézőnek is, és ezáltal a sportágnak is a jövője.
Ugye beszéltünk itt, mondtad a csoportmeccseket, illetve a, gondolom a kieséses szakaszokat, egyébként hogy állt össze akkor így egy-egy ilyen program, mondjuk egy párosnál? Tehát hogy hány meccsen kellett végigmenni ahhoz, hogy döntőbe jusson? Tehát a program úgy nézett ki, hogy minden nap ugye egy versenyszám ment le, az az elejétől a végéig lement, a végén bajnokot avattak. Ahhoz, hogy valaki döntőt játszon, ahhoz végig kellett a csoportmeccseken mennie. Na most az általában ugye négy fős csoportok voltak, tehát ott három mérkőzése volt. A három mérkőzés után következett a... Egy jutott csak tovább a csoportból? Az úgy mentek, hogy a férfiaknál egy és a legjobb második, mert ott hét csoport volt. Az összes többibe ott az első kettő ment tovább. És akkor értelemszerűen volt egy kiemelés utána a legjobb nyolc között. A világranglista első két helyezettjét kiemelték, tehát az első helyezett került a felső ágra, a második helyezett az alsó ágra, és hozzájuk sorsolták be a csapatokat. Aki első volt, az általában ugye másodikat kapott, és így alakultak ki a párok. És ezáltal ugye a legjobb nyolc között még egy mérkőzést kellett, tehát az volt a negyedik mérkőzés, az elődöntő volt az ötödik, és a döntő a hatodik. Azért ez elég húzós, hogyha mondjuk így egy nap le kell darálni a meccseket. Főleg akkor, amikor ilyen 35 fok van. Tehát akkor azért igen, az azért elég jól igénybe veszi a szervezetet is. Mi is küzdöttünk, illetve a játékosok a savasodással és egyéb tényezők azért közbejátszottak. Tehát amikor a nap a szemedbe süt, akkor nem biztos, hogy pont ugyanolyan tudsz jól szerválni, mint amikor mondjuk szélcsend van és semmi nem zavarja. Hát akkor maradjunk annyiban, ez nagyon pozitív élmény volt. Mindenképpen. És akkor, hogyha tovább lépünk, ugye most mutattátok meg magatokat a Európában, hogyha lehet így fogalmazni, de most jön majd egy nagyobb játékok 2024-ben, a Párizsi Olimpia, ott pedig, ha jól tudom, mikor beszélgettünk előzetesen, te mondtad, hogy ott viszont már bemutatkozó sportág lehettek. Igen, bemutató sport lesz a tagban, tehát mindenképpen bemutatkozik, még nem úgy, mint olimpiai játékok, de már mindenképpen ott van, hiszen azért a világban megtörténtek az afrikai játékok, ezáltal most az európai játékok, az ázsiai játékok is programon van, és ha jól tudom, akkor ez is ki lesz pipába, úgymond. És hát bízunk benne, hogy ezáltal, hogy be tudunk mutatkozni, ezáltal talán a 28-as olimpián már a tagból meghatározó tényező is lesz. És a 24-es olimpiára Párizsra ott hogy lehet kvalifikálni, vagy ott a Nemzetközi Szövetség választja ki a csapatokat? Nincs kvalifikáció, csak bemutatkozó sport lesz, tehát bemutatkozik magán az olimpián úgy, hogy animátorok fognak játszani, és a nagy nyilvánosság előtt bemutatják a játékot. És ki mutatja be? Ezt majd kiválasztják? Vagy vannak ilyen animátorok, akik a világban, ugye a FITEC, a Nemzetközi Tagban, a Szövetség alkalmazásában járják a világot, és mindenhol bemutatják ezt a sportot, illetve ahol igény van rá, akkor ott egy-két hónapig foglalkoznak is a sportolókkal, és felépítik őket, mint tagban a játékosok. És nagy valószínűséggel ugye ez fog történni Párizsban is, ahol az animátorok, illetőleg majd gondolom, hogy valami sztárjátékost vagy valami sztárt odahoznak, aki szintén ennek a követője lesz. Például ugye Ronaldinho, ami nagykövetünk, a tagban nagykövete, tehát nagy valószínűséggel ő is meg fog jelenni majd ezen a rendezvényen. És hát nektek is nagyon fontos a háttér, mi itt előzetesen, hogy beszéltünk erről, Magyarországon is jó lenne szélesíteni a bázist, ugye, hogyha az ember elmegy egy-egy iskolába, hát én is a Bezeredi Általános Iskolában nap mint nap látom, mert ott tanítok is, van tégbalasztal kihelyezve, ami viszont sajnos szintén szembeötlő, hogy a gyerekek nem nagyon használják. Mondhatjuk azt, hogy nálunk például egyáltalán nem. Igen, tehát most az európai játékok arra is jó volt, hogy a tévé nagy nyilvánosság előtt ezt többen látták, és hozzánk is már folyamatosan érkeznek olyan felkérések, hogy szeretnének játszani, de nem tudják, hogy hol, milyen körülmények között. Úgyhogy a szövetségben az a döntés született, illetőleg a jövőben ennek érvényt is fogunk szerezni, hogy lehetőség szerint azokat az iskolákat, ahol már van asztal, azokban az iskolákban megszólítjuk a testnevelő tanárokat. Ki fogunk menni, és fogunk tartani nekik egy nem azt mondom, hogy oktatás, de hogy elmondjuk a szabályokat, és hogy hogyan lehet ezt játszani. Fogunk egy képzést is indítani nagy valószínűséggel a testnevelő tanároknak, miáltal ők fogják majd akkor továbbvinni az iskolákban a gyerekek felé, és ahol ügyesebb és elhivatottabb és olyan sportolókat találunk a gyerekek körében, őket pedig egy ilyen regionális központok szerinti egyesületek fogják akkor a továbbiakban edzeni, és akkor ezáltal próbálunk majd neki a jövőben egy nagyobb bázist adni. Hiszen Magyarországon is nagyon sok futballakadémia van például.
ahol nem ingyen gyerekből lesz külföldi, illetőleg NB1-es, NB2-es futballista. És aki érez magában annyit, hogy a labdarúgásban nem tudja magát megmutatni, de olyan ügyességi elemeket be tud vinni a játékában, hogy a tagballban érvényesülhet, őt nagyon sok szeretettel fogjuk várni. Igen, és hogy nekem az is furcsa volt, mondtad, hogy ez annyira tanulható sport, hogy kell hozzá egy született tehetség. Én azt hittem, hogy tényleg az kell hozzá, de mondtad nem, mert minden megtanulható. Itt elég az, hogyha mondjuk váltott lábba 26 dekázik a gyerek, ha jól emlékszem, akkor ezt mondtad. Így van, tehát azt szoktuk mondani, hogy ha hozzánk például jön valaki, hogy ő komolyan gondolja, akkor vele szemben semmi más nem csinálunk, felállítunk egy asztalt, az asztalnak az egyik oldalát felállítjuk a magasba, és akkor megkérjük a jelentkezőt, hogy akkor váltott lábbal dekázzon úgy, hogy az asztal az egyik érintés, egyet pattanhat a másik lapon, és ha váltott lábbal el tud menni 20-ig, akkor ő belőle profitekből játékost tudunk csinálni. De meg vagyok róla győződve, hogy még sok válogatott futballista sem tud eldekázni váltott lábbal egy pattanás után 20-ig. Hát reméljük, hogy ez változni fog. Igen, bízunk benne, hogy a jövőben ez mindenképpen. Hát akkor sok sikert kívánok nektek itt a bemutatkozó sportákként a Párizs olimpián is, meg akkor még egyszer gratulálunk az Európa játékokon. Köszönjük szépen, megyünk tovább, mert az idén még lesz egy világbajnokságunk. Annyit tudunk róla, hogy az Ázsiában lesz. Most a játékosok mennek is, mert augusztusban lesz egy Ázsia túrájuk, mennek egy Kína és Tájföld egybekötött túrára. Utána szeptemberben lesz Rio. Lesz még közt egy Los Angeles, és akkor úgy fogunk eljutni majd valamikor, október vége, december, november eleje környékén a világbajnokságra. Úgyhogy megvannak a tervek még. Hát akkor meg plusz meg sikeres körútazást kívánok, és majd az ázsiaiakról a következő műsorban majd össze beszélgetünk, mert az külön megér még egy adást, azt hiszem. Az biztos. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért a mai lelátóba, jövő héten is várom majd önöket a képernyők elé. Viszontlátásra, jó estét kívánok!